napi 55 ezer autóval mentesíteni a belvárosi hidak és a belváros forgalmát, ha megépül ez a híd. Már 2018-ban is ezzel népszerűsítette Fűres Balázs a Galvani hidat, ami Budát kötni össze a Csepel-szigettel és Pesten az Illatos úttal. A főváros, a Budapesti Fejlesztési Központ egyik anyagára hivatkozva azt állítja, 400 forintos dugódíjat tervez a kormány, miután a forgalomcsökkentés csak ezzel a lépéssel érhető el. Fűrjes Balázs mellett ez Gulyás Gergely is cáfolta. A főváros szerint azonban így a tervezett beruházás szerepe is megkérdőjeleződik. Önmagában a Galvani híd nem teremti ezt meg, hiszen minden új út, minden új híd, az több teret ad az autóknak, tehát több autó lesz. Nincs szándék, és a Galvani híd bevezetésének sem feltétele a dugódíj bevezetése. Erről már a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatója beszélt. A forgalomcsillapítás azonban szerinte is szükséges. A 400 forintos dugódíjnak nem lenne visszatartó ereje az egyik budapesti autós szervezet szerint. A belvárosban drasztikusabb lépésekre lenne szükség. A gombaszökőkút megújulása csak az egyik eleme lesz a Blaha-Lujza tér teljes átszabásának, ami még az idén elindul. A politikai adókapok azonban itt is tetten érhető. Vitézi szerint rövidlátó és átgondolatlan a főváros terve, míg utóbbi a kormányzati elvonásokkal vágott vissza a BFK vezetőjének. A stúdiónk vendége Kerpe Fornius Gábor főpolgármester helyettes. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Annyit elárulok, hogy szuszogott. Egy kicsit olyan mérgesen nézte ezt a bejátszást, miközben figyelte az előző összefoglalót. Elégedetlen azzal, ami szóba kerül ezzel a politikai adókapokkal a főváros és a kormányzat között? Ezzel mélységesen elégedetlen vagyok, de ezt már többször elmondtuk. Nem annyira a tárgyhoz kapcsolódóan, mint inkább ahhoz kapcsolódóan, hogy ezt a vírushelyzetet a kormány egyértelműen arra a célra használja föl, hogy az önkormányzatoknak a hatáskörét elvonja, szűkítse, centralizáljon, illetve bosszút álljon azokon a városokon, amelyek ellenzéki vezetést választottak. De... Térjünk rá arra, amiben mindenki egyetért. Én azt gondolom, hogy az, hogy a belvárosban forgalomcsillapításra van szükség, ebben mindenki egyetért. Ennek fényében kezdjük el újra gondolni a nagykörútnak a szerepét, és nem autós-kerékpáros viszony tekintetében, hanem abban a tekintetben, hogy milyen módon lehet újra élettel megtölteni a belvárost, milyen módon lesz tisztább a levegő, hogy lesznek jobb üzletek, stb. És a vita most azon van, senki nem gondolja azt, hogy ne kéne Buda és Pest között lokális forgalmat lebonyolító hidakat építeni, illetve olyan hidakat, amelyek adott esetben képesek arra, hogy a belváros forgalom terhelését csökkentsék. A vita azon van, hogy vajon az, hogy a Galvani híd megépül, az önmagában ezt a célt elegendően szolgálja-e. És Balogh Samu kabinetfőnök a minapi Telexes cikkében pontosan azt fejtette ki, hogy egy akkora híd, amelyet most terveznek a Galvani hídként, az önmagában ezt a forgalomcsillapítást elérje, és az a válasza, hogy nem. Tehát úgy, hogyha nem tervez mellé egyéb forgalomcsillapító intézkedést az, aki ezt tervezi, akkor a Galvani híd önmagában ezt nem fogja elérni, sőt, ráadásul ellentétben van a Galvani híd hatása azzal a forgalomcsökkentéssel, amit a budapesti mobilitási terv előír. Tudja, a legfontosabb kérdés volt számomra, hogy mikorra készülhet el a Galvani híd? Hát ez nyilván nagyon erősen függ attól, hogy mikor tudják körülbelül elkezdeni. Hát nem tudom most, mert hogy minden... De hogy legkésőbb, én ezt olvastam, 2023-ban kiírható a kivitelezői tender, és az építkezés még 3 évig tarthat. Tehát egy 2026-os megoldásról beszélgettünk most 2021-ben? Hogy azt gondolja, hogy rövid a táv, vagy hogy hosszú a táv? Azt gondolom, hogy nem értettem most ennek a jelentőségét, hogy a 400 forintos dugódíjat most elővenni, miközben egy 6 év múlva bevezetendő hídnek a kapcsán hozzuk ezt összefüggésbe. Az állítás az, hogyha megépítjük a Galvani hidat, akkor annak lesz forgalomcsökkentő hatása önmagában, vagy pedig csak akkor, hogyha párhuzamosan ezzel más módokon korlátozzuk a forgalmat. Például a dugódíjjal. Tehát amikor egy hidat építünk, akkor nem lehet 1-2 éves távlatokban gondolkodni, ennek évtizedes hatása van. Évtizedes hatása van a környékbeli lakó... Jó, értem, tehát hogy ezt előre kell tervezni. Önök szerint mi lenne a megoldás akkor a forgalomcsökkentésre? Mert azt mondják, hogy ezek szerint kell forgalomcsökkentés.
közlekedés valahogy, hiszen egy élhetőbb Budapestet szeretnének. Igen. Milyen megoldást látnak erre? Hát például azt, hogy fejlesztjük egyébként a közösségi közlekedést, amiben elég komoly nehézséget okoz nekünk az, hogy éppen a kormány elvonja a helyi iparűzési adó KKV-kra eső részének a felét, stb. Tehát alternatívákat kell kínálni nem az embereknek. Nem szeretnének dugódíjat? Én ezt nem mondtam, hogy nem szeretnénk dugódíjat, tehát például, amikor a Momentumnak volt a Budapest 2.0-as választási programja, akkor igenis beszéltünk például használatarányos útdíjról. De azt mindenképpen állítjuk, hogy ezt nem sarcként, hanem forgalomszabályozási eszközként kell bevezetni. Mi a különbség, hogy értse otthon, aki éppen indul munkába, hogy nem sarc, de ugyanúgy be kell fizetnem? Nyilván ugyanúgy be kell fizetni, csak akkor, hogyha az embernek nincs más lehetősége, mint bejönni a városba, akkor ez egy sarc. Hogyha egyébként megteremtjük azokat a lehetőségeket, hogy közösségi közlekedéssel, park and ride-dal, mit tudom én, ilyen dolgokkal tudunk kedvező hatásokat elérni, akkor ez önmagában összesen annyit jelent, hogy az, akinek viszont be kell jönnie, az kifizeti használatarányosan az útdíjat. Tehát ez önmagában nem ördögtől való. Igazából az a kérdés a Galvani híd kapcsán, hogy lokális forgalmú hidat akarunk arra, hogy Buda és Pest két részét összekösse egymással, vagy pedig egy olyat, ami azt a veszélyt hordozza magában, hogy megint csinálunk egy városon belüli országutat. És ezt igazából nem szeretnék. Tehát önök azt nem szeretnék, hogy ez a híd önmagában megterhelje, tehát azáltal így megnövekedjen egy forgalom, és még több autós menjen, hiszen egy újabb lehetőség van arra, hogy használhassa. És ráadásul tehát nagyon sok vita van most mind a budai, mind a pesti oldalon, hogy mennyire fogja megterhelni a környékbelieket az, hogy különböző levezetési utakat találnak. Tehát, hogy hova vezessék menjünk rá. Menjünk tovább, akkor önök mit szeretnének a híddal kapcsolatban? Mi szeretnénk egy olyan társadalmi vitát elindítani, ahol mindezek a szempontok ki az asztalra kerülnek, mindenki elmondja az érveit, és mindenki számára világos lesz az, hogy minek milyen következménye van. Értelemszerűen, amikor valaki a kiserdőt védi, vagy a József Attila, vagy a Vekerlét védi. Lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy nem is akarunk ilyen hidat. Így van. Így van. Nyilván ez egy összvárosi kérdés, illetve még az agglomeráció kérdése is bekapcsolódik. Tehát nem lehet az, hogy csak a lokális érdekek befolyásolják. Ezt összvárosi és összagglomerációs szempontból kell. De akkor csak tárjuk röviden, de nekem van egy olyan érzésem, hogy akkor önök most ezt megkérdőjelezzük ennek a hídnak a megépítését, a döntés megszületett arról, hogy elkészüljön. Igen, de mi ezt azért elkezdtük vitatni most az elmúlt hetekben, mert nem érezzük meggyőzőnek azokat az érveket. Ugye mi korábban szakmailag azért inkább az Albert-Falvai híd mellett voltunk, az utóbbi időben elsősorban a lopakodó olimpia kapcsán került elő a Galvani hídnak a megépítése, és egyelőre nem érezzük annyira erősnek az érveket a Galvani híd mellett, hogy valóban azokat az ígért hatásokat el fogja érni. Hát akkor ezek szerint egyértelmű az álláspont, hogy nem biztosak abban, hogy ezt meg kell építeni, ezt akkor ki lehet most mondani, ugye? Nem vagyunk biztosak benne, és ezért szeretnénk egy széleskörű társadalmi vitát, ahol az emberek és az érdekelt felek kirakják az asztalra az érveiket, tanulmányaikat, és ennek alapján lehet majd dönteni. Ha már híd Lánchidat, egy rövid kérdéskörben, ugye ez is egy picit ilyen óvatos megfogalmazás volt, az jelent meg, hogy már csak a kormány, tehát hogy a egyességet kötött, megszületett a szerződés Áhíd ZRT-vel nettó 18,7 milliárd forintért, akkor is vállalja az önkormány, vagy a főváros, hogyha a támogatási szerződésben garantált kormány által garantált 6 milliárd forintot nem kapják meg, de mégis úgy szól a mondat, hogy már csak a kormány által ígért, de mind a mai napig meg nem kötött támogatási szerződés hiányzik, amely lehetővé tenni a felújítás megkezdését. Akkor most elkezdik a felújítást, anélkül, hogy megérkezik az összeg, vagy sem? El fogjuk kezdeni a felújítást, és bízunk abban, hogy a kormányzat, amely eddig azért ütött minket, hogy nem vagyunk elég gyorsak a közbeszerzésnek a kiírásában, az most, amikor megkezdődik a munka, teljesíti azt mikor az ígéretet, amit a tett. Munka? Hát ezt nem tudom megmondani, de a szerződés megköttetett, úgyhogy kezdjük. Jó, tehát akkor elképzelhető, hogy február végén meg is kezdik.
gondolom, igen. Gondolja, igen, jó. Említette az elején a beszélgetésünknek a gazdasági nehézségeket, amit nyilván a járványügy miatt most önök azt mondja, hogy elszenvednek, és nyilvánvalóan látszik. Ezzel kapcsolatban jelent meg egy tegnapi cikk, mely szerint 13 ingatlan pályáztatása zajlik, ám összesen 72 ingatlant fognak közpénzért tenni, mármint hogy fognak eladni. Ez megoldás lehet arra, hogy próbálják kisegíteni esetleg az önkormányzatnak, a városi önkormányzatnak a költségvetését? Hát természetesen igen, iszonyatos helyzetben vagyunk, tehát még a helyi iparűzési adó elvonása előtt is éppen, hogy cipőskanállal sikerült a költségvetést bepréselni oda, hogy a közszolgáltatásokat csak csökkentsük, de ne fenyegesse. Amióta a HIPA elvonást bejelentették, azóta azt látjuk, hogy körülbelül novemberre ezen a pályán csődbe megyünk. Itt nyilván ez egyfajta, tehát igen, kell segíteni a költségvetésen. Igyekszünk úgy gazdálkodni ezekkel az ingatlanokkal, hogy ez kisegítse a költségvetést, de ugyanakkor a szorult helyzetünkben is felelősen bánjunk a közvagyonnal, és úgy értékesítsünk. Ha egy fél mondatra még zárásként visszatérhetünk a Galvani hídhoz, mert lehet, hogy nagyon sokan most felmerült bennük a kérdés, hogy akkor mi lesz ott. Azt említette, hogy egy társadalmi vitát szeretnének ezzel kapcsolatban, hogy az asztalra kerüljenek az érvek, illetve az ellenérvek. Ennek milyen formáját képzelik el? Mire számítsanak akár az ott lakók, vagy a fővárosiak? Beszélünk például arról, még nem döntöttünk, hogy a klímaügyében tavaly viszonylag eredményesen első kísérletként zajlott közösségi gyűlés intézmény fogjuk megpróbálni, de egyébként pedig nagyon üdvözlöm azt a vitát, ami például a Telexen van, ahol ez sajtóban is történik. Tehát nagyon fontos, hogy az emberek értesüljenek arról, és de nem közjogira gondol, hogy népszavazási kezdeményezés, aláírás, gyűjtés? Ennek azért nem igazából a népszavazás a jó megoldása, mégpedig azért, mert a népszavazásban valaki megfogalmaz egy kérdést, azt fölteszik, és akkor az emberek többsége az úgy zsigerből is szokott szavazni. Tehát olyan formát kell mindenképpen találni, ami elősegíti azt, hogy a pro és kontra érvek előjöjjenek úgy, hogy egyébként az emberek is részt vesznek ezekben a vitákban. De a végén emberek... csak kell valami konszenzust hozni, tehát nem? Igen, de azért sokszor szokott az lenni, hogy pusztán attól, hogy van egy vita, kialakul egy konszenzus, az egyik felet meggyőzi a másik, és akkor valami fajta közmegegyezés létrejön, anélkül, hogy többségi döntés születne. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk ma reggel. Köszönöm.